Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus így tanított. Vigyázzatok és virrasszatok. Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor ott hagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát, az őrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura. Lehet, hogy este vagy éjfélkor, kakas szóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom, virrasszatok. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, elkezdődött az új egyházi év, ez az első nap. Úrjövet, az az advent időszakát üljük, amikor Jézus Krisztus bevonul a világba, a történelembe. És tudjuk jól, hiszen már sokszor közösen töprengtünk erről a kérdésről, az egyházi év a maga ismétlődő időszakaival az egész világtörténelmet is leképezik. Most azt a szakaszt látjuk magunk előtt, abban az időszakban időzünk, amelyikben Jézus eljövetelére vártak, ez az ószövetségkora, vagy minden, ami Jézus előtt volt, ha akarjuk. Ez az időszak hosszú volt. Most nekünk alig pár hetünk van arra, hogy összeszedjük magunkat, de nincs is annyira nagy várakozásra, felkészülésre szükség, mint annak idején hiszen keresztényként már meg vagyunk talpalva. Egy csomó minden számunkra már ismert, csak elmélyíteni kell, rádöbbenni ennek a súlyára, a jelentőségére. Éppen ezért most nem a hit titkait kell fejtegetni, legalábbis nem nagy szükség van rá ebben a pillanatban, hanem azt kell megragadni, ami itt van a kezünk ügyében. Ha Jézus bevonulásáról van szó, erre készülünk, ez történik, akkor a kérdést önkéntelenül fel kell tennem magamnak, aki szeretnék keresztény lenni, hogy vajon milyen a fogadtatás? Hogyan várom én ezt a felém igyekvő Jézust? Milyen az én belső világom? Annak idején, mikor Jeruzsálembe bevonult, ott voltak a kíváncsiak, akik csak a szenzációt hajházták, ott voltak az ellenségek, akiknek mindegy volt, hogy mi történik, csak beleköthessenek és elpusztíthassák, ott voltak az értetlenek, akik azt se tudták, mit kezdjenek ezzel az eseménnyel, aztán a helytelenül hívők, akik a saját maguk kívánságait szerették volna teljesülve látni, és végül ott voltak azok, akik igaz, nyitott szívvel követték az eseményeket. Azt nézték, hogy az ő teremtő Istenük mit akar tanítani nekik itt és most. És ilyen az első közöttük természetesen Mária. Nos, vajon az én várakozásom, az én készülődésem milyen? Hogyan állok én most ezzel az eseménnyel? A zsidók is várakoztak és készülődtek, nagyon jól tudjuk. Nagyjából Krisztus eljövetel előtti 20-30 évben kitört rajtuk egy tisztasági őrület, nevezzük most így. Egyszerűen majd megbolondultak attól, hogy ők kultikusan, vallási szempontból tiszták legyenek. Éppen ezért nem használnak például agyagedényeket, legalábbis a kultikus főzéshez semmiképpen, fát, fémet és a többi. A mosakodás, hogy mindig rituálisan tiszták legyenek, mert hogy jön a messiás, azt nem tudták pontosan mikor, de amikor betoppan készen legyenek. Különösképpen jellemző volt ez az eszénusokra, a zsidók egyik csoportjára. Mi az, amivel mi itt most, a XXI. században is, éppen úgy, mint az előző századokban, fölkészülhetünk? Nagyon fontos a virrasztásnak a lelkülete, amit itt most hallottunk is. Sötét van, és most nem csak jelképesen, mert hogy valóban éjszaka van. Virrasztunk a sötétben, mécsest gyújtunk, hogy legyen valami kis fény ebben a sötétségben. Hogy lássunk. De ez a lelkünk állapota is, hiszen a mécs fénye ott lobog, mintha Isten színe előtt az én lelkem őrizné ezt a fajta világosságot. Majd jön a világvilágossága, hogy valódi fényt gyújtson föl, az egész világot lángba borítsa. Valóban tiszta ragyogás állapotába kerüljön a mindenség. De most egyelőre az én lelkemnek ez az apró lángja ott őrzi ezt a várakozást az Isten színe előtt. És ezzel együtt, tehát hozzátartozik az is, hogy nincs ragyogás. Tessék minden karácsonyra utaló jelképet mindent eltüntetni. Nincsen karácsonyi fényfüzér. Ahogyan nincs olyan sem, aki ilyet csinál, azt én őrültnek tartom, hogy december 1 beállítja a leendő karácsonyfát a lakásba. Az ilyen az hülye. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Ilyen nincs. Akinél otthon ilyenek vannak, leszaggatni. Nincs karácsony, Advent van. Egyszerűen elfogadhatatlan. Ahogyan nincsenek nyálas karácsonyi dalocskák, nem hallgatjuk őket, mert nincs karácsony. Most valami más van. Nincs karácsonyi hangulat, semmi keresni keresnivalója ebben az időszakban. Semmi szükségünk hazuk hangulatokra, ahol álságos érzelmeket akarunk kiváltani magunkból, vagy ilyenekre épül, hogy most karácsonyi hang. Mi ez? Mi az, hogy karácsonyi hangulat? Nekünk lelkületre van szükségünk, fölkészült, szilárd, megalapozott viszonyulásra az adott ünnephez. Nincs érzelem, és folyik. Nem arról van szó, hogy az adventi várakozás valamiféle érzelmet ne keltene föl bennünk, de nem ezt akarjuk kizsarolni magunkból, és nem mesterségesen állítjuk elő. Mindenféle emberi eszközt fölhasználva, hogy most nekünk így kell érezni, nincs ilyen. Ez hazugság. Aki így jár, az emberi erőfeszítéssel akar magából kiváltani valami olyat, amit az Istennel való találkozásnak kellene Kiváltania. Tehát ezt tessék, azonnal megszüntetni. Ez hazug dolog. Megcsúfolás, a leköpködése a karácsonynak. Itt nem emberi érzelmekről van szó. Mi az élő, teremtő Istennel találkozunk szemtől szembe. Az ő szeretetével találkozunk, nem egymást szeretgetjük. Abból nő majd ki az Isten ember iránti szeretetéből az egymás iránti szeretet. És csak az lesz igazi, csak az lesz hiteles és csak az lesz örök. A virrasztáshoz hozzátartozik a sötétség. Mert várjuk a világosságot. Még nincs itt. És nekem kell, ahogyan a János evangélium kezdetén ott hallatszik, hogy és a sötétség a világosságot nem fogadta be mindegy, hogy most másképp is lehet ezt a szöveget érteni. A körülöttünk lévő világ mélységes sötétségében az én lelkemnek kell világítania. Akkor is, ha a világ mindent megtesz, hogy ezt az apró lángot eltiporja. Nagyon egyszerű eszközökkel, ugyan ezt már sokszor közösen átgondoltuk, ugyanez érvényes a nagyböjtre is. Egyszerű eszközökkel, ami 2000 év óta az egyháza kezünkbe ad, segíthetjük magunkat a felkészülésben. Első ezek között az imádság. Tessék többet imádkozni, mint máskor. Nem a mennyiség a lényeg, nem erről beszélek. Nem az, hogy még a 15. rózsafűzért is mondjuk el, nem ezt. Hanem mást, olyat, amit máskor nem szoktunk. Tessék elmondani egy litániát. Tessék a Szentírásból olvasni, Olyat, amit az egyháza kezembe ad, hogy mit mondanak a próféták. Hogyan készült az Ószövetség, mint valami vajúdó asszony a születésre. Hogy bennem is ezek meglegyenek. Vagy mi történik, amikor Mária lelkében, ott a várakozásban egyszer csak betoppan az angyal, és ott áll előtte. Vajon mit érezhetett? És közöl vele olyat, ami egyszerűen fölfoghatatlan. Tehát az imádságnak most nem az a szerepe, hogy most mi itt nem tudom miket mondunk, nem szövegmondásról van szó, hanem az imádság számtalan formáját fölhasználhatom arra, hogy a lelkem megnyíljon az Isten előtt, hogy befogadókész legyek. Ne úgy járjak majd, mint annak idején Mária és József esetében Betlehem városa hogy senki nem fogadta be őket. Ez egy más történet, hogy annak oka volt. De hogy mellettem ne úgy kelljen majd elmennie a születendő Jézusnak, hogy nincs hely. Bennem nincs hely neked. Az imádság kitágítja a lelket. Aztán ugyanilyen és legalább ilyen fontos, hogy jó cselekedeteket hajtsak végre. Nem arról van szó, hogy valakinek amúgy is a lelki alkatából fakad, hogy segítőkész hogy érzékeny. Most tudatosan kell törekedni arra, hogy a karácsonyi fölkészülés jegyében tegyek jót. Fiataloknak, gyerekeknek, a családban gyerekeknek mondom, tessék többet segíteni a szülőnek, és oda menni és megkérdezni, hogy anya, apa, mit segíthetek. A házaspárok egymás felé, és a szülők a gyerekek felé, ezt azért félve mondom, mert amúgy is ezt teszik. Jó cselekedetekkel szintén kitágul a lélek, hiszen nem önmagamra figyelek, hanem a másiknak keresem, hogy mivel tehetek neki jót. Az önzetlenség időszaka ez, hogy amikor majd az egészen önzetlen, az igazi alázatos Jézus eljön, akkor hozzá hasonló lelkekben vehessen szállást. És a harmadik ilyen eszköz, amit amúgy is szoktunk gyakorolni, de minél többször, annál jobb, ezek pedig a lemondások. Nem bőjtre gondolok, bár az se megvetendő eszköz, sőt nagyon hasznos lehet. Itt azonban sokkal inkább nekem kedves dolgokról kéne lemondani. Édesség. Mától egy falatot se december 25-éig. Vagy zene azoknak, akik naponta és meghat bizonyos mennyiséget hallgatnia kell egy hangot se. December 25-én reggel bekapcsolhatja a zenét. Filmsorozat leállítani. Csak a 25-ször megismétlik, még 500-szor megnézheti, mindegy. Kedvenc könyve, ami most jött ki, az 500. oldalon tart, és még 100 vissza van, egy sort se olvasni belőle. És sorolhatnánk, mindenkinek van legalább egy ilyen az életében. Azonnal leállítani. És nem csak arról van szó, hogy egy felfokozott várakozásteli állapotban vagyunk. És ez segít. Mert most valami nagyobbra figyelek, mint a kedvteléseim, Hanem ugyanakkor nő is a feszültség bennem. Kicsi gyerekek, akinek családja van, pontosan tudja, vajon mi lesz a karácsonyfa alatt. Most még kicsik ahhoz, hogy megértsék, hogy az ajándék az nem önmagában van, hanem a sokkal, sokkal nagyobbat jelez, fejez ki, valósít meg de mégiscsak ott van benne, emlékszem, mi gyerekkorunkban megkerestük az ajándékot. Egy-két héttel karácsony előtt, vagy amikor már tudtuk, hogy megvan. Nem bontottuk ki, de megnéztük, hogy hova dugták a szüleink. Itt a csomag. Van. Akkor már valami lesz. Tehát ott van a gyerekben egészséges módon a kíváncsiság, a várakozás. És ezek például a lemondások ezt segítik, mert karácsonykor visszakapom. És nem csak az ünnepnek önmagában elég lenne az a csodálatos mélysége, az elképesztő gazdagsága, az a leírhatatlan szépség, ami ebben benne van. Nem csak ez lesz az enyém, a csak itt most rossz kifejezés, hanem egy plusz szín járul hozzá, mert akkor visszajön. Ehetek csokoládét, hallgathatok zenét, folytathatom a könyvemet, nézhetem a filmet, és mit tudom én még mit csinálhatok? Ez is segíti az elmélyedést. Itt az adventi időszak, és ezért lilában van, mert ez nem gyász, de a lélek belső tisztulása előtt a sötétséggel kell szembesülni. Tehát lelkiismeret vizsgálati időszak. Hogyan állok Isten színe előtt? Mi vagyok én? És ezért van az, hogy ebben az időszakban minden kereszténynek, ha kell, többször el kell zarándokolni a gyóntatószékbe, hogy szó szerint kitakarítsa, ami bent van, akkor is, ha nincs halálos bűn. Mert az ünnepre olyan lélekkel kell várni Jézust, és fogadni őt, ahogyan Mária fogadta, ahogyan József fogadta, és én ugyan nem vagyok ilyen, másokról se ugyan nagyon feltételezem, talán egyikünk sincs olyan tiszta állapotban, mint ők ketten. Van, aki talán még a gyóntatószék után se. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy amilyen közel kerülhetünk a Jézus befogadására alkalmas lelkülethez, azt meg kell tenni. És ennek fontos, kikerülhetetlen eszköze állomáshagyónás. Tessék odabentről minden szemetet kihordani és elégetni, összetörni. Vagy Jézus, vagy önmagam. Itt nincs más választás. Ha igazi és szent karácsonyt akarok ünnepelni, annak meg kell adni a módját. Ahogyan egy születésnapra is fölkészülünk. Ugyanígy most az ő születésnapjáról van szó, és ő nem akárki. Most derül majd ki az én számomra, hogy nekem kicsoda Jézus mit teszek meg annak érdekében, hogy valóban eljöhessen, valóban legyen egy otthona, ahol lakást vehet, ahol élhet, ahol életközösségre talál velem. Vajon megint Betlehem istálló lesz a sora? Vagy ennél sokkal, sokkal több? Máriához és Józsefhez hasonló lelkület várja -e őt. A mennyei atya szeretetével találkozik-e majd bennem? Melyik öröktől fogva azt mondja neki, te vagy az én szeretet fiam, akiben gyönyörködök. Rád nézek és önmagamat látom. Teljes az egység. Végtelen a szeretet közöttünk. Vajon mivel találkozik Jézus, ha eljön? És ezzel találkozhat a mennyei atyával a szent lélekben, ha úgy vagyok előtte, és úgy fogadom be, ahogyan azt kell, ahogyan azt ő megérdemli, mert neki valóban jár. Nekünk semmi, de neki minden. És az adventi időszak erre van. Valóban magamba tekintek, nem foglalkozok én senki mással. Nem érdekel a pattársam, a házastársam, a gyerekem, vagy nem kajtatok a lelkükben, így értem. Mi a bűne, meg nem ért önmagammal a magam portája előtt söprögetek. Itt kell rendet rakni. És azért, mert itt rend van, magától érthetődő, hogy körülöttem is rendnek kell lenni. Ezért nem tűrhetem meg a szobámban a disznóolat, a felfordulást. És nem várom az rabszolgát, aki majd kiganyézik onnan. Nincs ilyen, elfogadhatatlan. Nekem kell megtennem, ahogyan minden fontos dologban az én döntésemről van szó. Arra van szükség. Mert végre rádöbbentem, hogy méltóságom van. Hogy nem akárki vagyok, hanem Isten gyermeke. És a méltósággal mindig együtt jár a felelősség. Hogy bármi, amit teszek, az visszaüt az Atyára. Lejárathatom, ahogyan a kereszténységet is. Vagy megdicsőül bennem a mennyei Atya általam, ahogyan Jézus által is. Melyiket választom? Tudom-e, mit jelent kereszténynek lenni? Akarom-e, vállalom-e a kereszténységgel együtt járó elképesztő lehetőségeket? Az Advent erről szól: rácsodálkozni arra, hogy mit jelent, hogy az Atya Isten a Fiában a Szentléleken keresztül szeret engem. Önmagával egy szintre fölemel. És ez a karácsony titka, ezt kell fontolgatni. Ezt lehet. Átelmélkedni. Napról napra, vasárnapról vasárnapra. Kérjük a mai napon Máriát, Józsefet, legyenek itt most velünk, hogy a minden szent és az összes angyal is, de ők különösképpen imádkozzanak értünk. Tanítsanak meg arra, hogy hogy lehetünk valóban mi is olyanok, akik befogadhatjuk a fiút, akik hordozhatjuk őt, és erre a világra szűjjük hogy valóban bennünk legyen, ők segítsenek a fölkészülésben, és karácsonykor ne egy közönséges emberünnepet éljünk meg, hanem az Isten személyes eljövetelét az én életembe és a hozzám tartozó a szeretteim életébe. Amen.